Máté szaka mellett Miskolcon, Békés Csabán és Pécset képeztek gyermek és ifjúsági felügyelőket. A pályázati programban csak romák vettek részt. Ebben a szakaszban 60-an szereztek képesítést. A Nő az Esély című projekt Máté szakai eseményén Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta. A romákat tanulással és az azt követő munkába állással nem csak maguknak, hanem saját etnikai csoportjuknak is megbecsülést szereznek. Balogh Zoltán hozzátette, minél több tisztességesen dolgozó romát látnak az emberek, annál kevésbé maradnak meg az elő- és utóítéletek. Nő az esély. Azt hagy mondjam, hogy ez a program tovább tart, ugye főigazgatott 2020-ig van ez a program, és aztán szeretnénk majd újraindítani ezeket a programokat, és minél több ember bekapcsolni a munkavilágába. 1100 roma nő és néhány férfi 24 hónapon keresztül támogatott foglalkoztatásba részesült, 12 hónapos kötelező foglalkoztatással, és a továbbfoglalkoztatás 95%. Ez valóban az SZJF-nek elsősorban az érdeme, meg annak, hogy sikerült megtalálnunk a kapcsolatot az ellátórendszer meg a programok között. A miniszter hozzátette, ez a szám annak értelmezésében még jobban mutat, hogy Nyugat-Európában a 15-20%-os eredmény már jónak mondható. Balogh Zoltán, Langerné Viktor Katalinnal, a társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkárral adta át a bizonyítványokat.